Ta -ta Mint látjátok új csaptelepen van, ami sokkal jobban élik most már ehhez a konyhához, hiszen ugye most már fehérek a csempék, lefestettem barnáról szürkére a bútorokat, és mivel a Groe megajándékozott egy kihúzható fejes Groe csapteleppel, amit egész egyszerűen ki lehet húzni, ezért nagyon sok időt eltöltöttem azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudom majd tisztán tartani, hiszen ez teljesen más csaptelep, mint az előző, tehát kicsit úgy gondoltam, hogy jobban körüljárom ezt a témát, és természetesen amit megmutatok nektek, az nem egy profi takarító tipp, ez igazából az én Sandra tippem Hozzátök, hogyha nektek beválik és tetszik, akkor alkalmazzátok. Hogyha nem, akkor pedig különböző módszerek vannak igazából azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudod tisztán tartani. Mert természetesen a mindennapi takarításhoz, mindennapi áttörléshez éppen elég egy kis mosószeres szivacs, és eltünteted a kaja maradványokat. Azonban időről időre, amikor felgyülemlik mondjuk rengeteg kaja, és nem feltétlenül akarod megmutatni ezt a szomszédoknak, akkor azért jó esik néha áttörölni, áttakarítani úgy rendesen. És ehhez jönnek most a tippek. Ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy két és fél év után megcsináltam a körmömet, ami ebben a videóban azért nagyon fontos, mert a körmös kifejezetten mondta, hogy ne nagyon érje víz, úgyhogy beszereztem egy gumikesztyűt, amit azzal reklámoztak, hogy 38 cm hosszú, és megmondom őszintén, egy kicsit gumis, lehet azért, mert husi akarom, és valószínű husi akarom, de tök jól megmaradt fent, úgyhogy gumikesztyűben is van már változás, 38 cm hosszú, és gumis, tehát nem csúszik vissza, úgyhogy jól be tudok majd nyúlni ebből biztos, hogy poént fogtok üzni. Nem baj, hihetetlenül örülök ennek a pár száz forintos piros, 38 centi hosszú M méretű gumikesztyűnek, <laughs> és nem érheti a körömet nagyon víz, mert akkor tönkre megy, úgyhogy gumikesztyűben fogom mutatni nektek a különböző módszereket. A takarításhoz pedig szódabikarbonát fogok használni, a gróe emberek szerint pedig ecetet semmiféleképpen ne tegyetek a csaptelepre és a mosogatótálcára, mert a védőréteget bántja hosszú távon, és mattíthatja a fémet. Mivel ugye ez egy gróe csap, ezért a gróe szakemberek elláttak gróe tisztítószerrel. Ezt azonban nem lehet kapni a nagy áruházakban, tehát ilyet nem lehet kapni az Osama, vagy a tesco vagy a lidl ben hanem különböző Speckó fürdőszobai boltokban. Úgyhogy Megmutatom, hogy ez az alternatívája, ami pedig egy citromsav bázisú fros konyhai tisztítószer. Szóval teljesen mindegy, hogy melyiket használjátok alaptisztítószernek. Én a videóban ezt fogom használni, de azt mondták a Grohe szakemberek, hogy a frost is használhatjuk. A lényeg az, hogy citromsav bázisú tisztítószer legyen. Ez a fontos a takarítás szempontjából. Letisztáztuk, hogy milyen tisztítószereket fogok használni, akkor irány és megmutatom, hogy hogyan fogom hosszú távon is tisztán tartani ezt a csodálatos csaptelepet, aminek nagyon örülök. Nulladik lépésként azt javaslom, hogy mindent pakoljátok el a környékről, hiszen takarítani fogunk, tehát nem jó, hogyha mindenféle dolgot folyamatosan emelgetni kell a környékről, tehát mindent húzatok arrébb, hogyha ott tároltak bármit is. Az első lépésként a szaktalanítás szempontjából a lefolyócsőbe egy kis szódabikarbonát rakok, ezzel pedig az a cél, hogy semlegesítsük a különböző szagokat, hiszen azért a lefolyócsőben elég sok kaja marad benne van, de a szódabikarbóna segít ebben. A második lépésként pedig be kell fújni az egész csaptelepet, mosogatótálcát a tisztítószerrel. Itt ugye használhatjuk a gróe által javasolt Groe tisztítószert, vagy pedig a citromsav bázisú fros konyhai tisztítószert is, bármelyik tökéletes attól függően, hogy melyiket szeretnéd használni. Miután befújtam az egész csaptelepet és a mosogatótálcát tisztítószerrel, utána pedig a mosogatótálcának a belsejébe beleszórom a maradék szódabikarbonát. És egy kicsit ott hagyom, hogy euh, hasson. Ezután pedig fogok egy tisztításra kinevezett fogkefét, befújom a citromsav bázisú tisztítószerrel, és még ráteszek egy kis mosogatószert, és körbe tisztítom a mosogatótálca szélét a fogkefével. Miután körbeértem, a lefolyó csövet is jól áttakarítom, itt ugye már a szodabikarbónás egyveleget próbálom takarítani, és természetesen a szűrőt is ilyenkor elő lehet venni, és azt is le lehet mosni, papírtörlőkendőt is rárakni az illesztésekre, és mondjuk egy-két fújást ráfújni a tisztítószerből, de nem szabad ugye nagyon sokáig hagyni, csak mondjuk egy-két percig, hogy jól hasson, és mondjuk az esetleges extra vízkövet leszedje. Utána pedig előveszek egy szivacsot, vagy pedig lehetve elővenni például egy mosogatókefét, Én most éppen egy szivacsot vettem elő, és felülről kezdve pedig áttörölgetem az egész mosdótálcának a belsejét, felülről lefele haladva. Utána pedig lemosom az egész mosogatótálcát a gyöngyöző funkcióval és utána pedig le lehet szedni a papírtörlőkendőt, és hogyha szükséges, akkor még a fogkefével körbe lehet takarítani a különböző kis apró részeket, utána pedig át lehet törölni az egész csaptelepet. A csaptelep pedig egy kézzel mozgatható, és mondhatni, gyerekjáték kinyitni. Egy át lehet állítani ugye a gyöngyöző funkcióra, valamint nagyon egyszerű ugye ki is venni a kihúzható fejet, és visszarakni a helyére. Mivel annyi melót belefektettünk, hogy ezt az egy négyzetméteres területet kitakarítsuk az otthonunkban, ezért ilyenkor azért még jobb érzés, hogyha megszárítjuk, áttöröljük, és kis fényesítjük ezeket a területeket, erre egy mikroszárás törlőkendő, vagy pedig egy sima konyharuha is tökéletes, hogy jól áttöröljük ezeket a területeket, Hogyha pedig valamit kihagytunk, és valami még foltos, tisztítószertre lehet fújni, és utána le lehet törölni azt, hogy biztos, ami biztos, szép tiszta legyen. A mosogatótálcánk és a csaptelepünk legalább pár perc erejéig. A videónak a célja az volt, hogy motivációt kapjatok. Motivációt kapjatok ahhoz, hogy periódikusan ugyan, de egy-egy területen az otthonotokban nagyobb figyelmet kell szenni, egy-egy dologra, néha-néha a takarításról van szó. És remélhetőleg ugye megkaptátok ezt a fajta motivációt, hogy miután belájkoltátok ezt a videót, mert szuper hasznos lett természetesen ez a videó is, és bezártátok a videót. Ide jöttök a konyhába, és megnézitek a mosogatótálcátok állapotát. Hogyha benne vannak mosatlan edények, kajamaradékok, vagy pedig senkit nem hívnál vendégségbe, akkor azt javaslom, hogy húzd fel a gumikesztyűt, és kezdje el takarítani. Nem lesz sok idő, nem veszel annyira sok időt, azonban utána sokkal jobban fogod magadat érezni. Nem hiába ugye a Fly Lady programnak, hogyha esetleg még nem ismernéd, ugye a Fly Lady program inkább egy takarítós program, és az első nap az a cél, hogy tiszta legyen a mosogatótálca, hiszen az megadja az alaphangulatot. És valóban, hogyha már tiszta ez a része a konyhának. Akkor utána te is jobban fogod magadat érezni, és sokkal jobban fogod úgy érezni, hogy egy tiszta és rendezett otthonban vagy. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó. Iszonyatosan nagy köszönet a grojének, hogy megkaptam ezt a csodálatos csaptelepet, mert szerintem hihetetlenül illik a konyhámba. És remélem, hogy nektek is tetszik az új konyhám. Kicsit új konyha, régi konyha. DIY konyha. A lényeg az, hogy egyre jobban érzem magamat a saját konyhámban, és Erről most természetesen a Groel tehet, hiszen megleptek ezzel a csapteleppel, amit nagyon-nagyon köszönök. Viccen kívül, hogyha szeretnétek, hogy több nagy takarítós, motivációs videóm legyen a következő pár hétben, akkor amellett, hogy egy lájkot dobtok a videóra, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen nagy takarítós videónak örülnétek még a következő pár hétben, mi az, amit esetleg problémát okoznak nektek, hogy hogyan takarítsátok ki, vagy pedig inkább látnátok, hogy megjöjjön a kedvetek ahhoz, hogy ti is elvégezzétek azt a bizonyos nagy takarítással kapcsolatos feladatot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és további szép napot kívánok! Sziasztok!